Sziasztok és üdvőre a csatornán, ebben a videóban a kedvenc filmjeimről és sorozatjáról. Ebben a videóban a kedvenc filmjeimről és sorozataimról fogok nektek beszélni. Lina már csinált egy hasonló sorozatajánlót a nyáron, és úgy gondoltam, hogy mesélem én is a saját verziómat, mivel nekem is van egy pár sorozat, amit legalábbis elkezdtem. Az igazság, hogy szerintem még az életben soha nem néztem végig egy sorozatot sem az elejétől a végéig, mert valahol mindig feladtam, meguntam, vagy úgy gondoltam, hogy most szüneteltetem egy kicsit, és azok a sorozatok, amiket most el fogok mondani, sem kivételek, tehát egyiket sem fejeztem még be, de mindenképpen ajánlásra méltónak gondoltam, valamint a három filmet is nemrég láttam, amit ajánlani szeretnék nektek, úgyhogy kezdjük is a videót. Igazából mindegyik film és sorozat egy kicsit más hangulatú, úgyhogy el fogom mondani, hogy kiknek ajánlanám, és azt is, hogy röviden miről szól a történet. Az első sorozat, a mostani kedvencem, a címe New Girl, vagy magyarul Új Csaj. Én angolul nézek minden filmet és sorozatot, mert szerintem az sokkal hasznosabb, és nektek is ajánlom egyébként, hogy angolul, magyar felirattal vagy angol felirattal nézzétek őket. A leírásból fogok linkelni egy oldalt, ahol én szoktam a sorozatokat nézni. Itt minden megtalálható angolul és angol felirattal. Úgyhogy ha tudtok angolul, akkor ezt az oldalt nagyon ajánlom. Szóval ez a sorozat éppen azért a kedvencem, mert imádom a történetet, imádom a szereplőket, és az a jó benne, hogy minden rész csak 20 perces, tehát bármelyik napba egy-két rész belefér. Igazából az agymenőkhöz vagy a jó barátokhoz hasonlítanám, mert minden résznek van egy kisebb története a fő történet szálon kívül, viszont sokkal jobb úgymond a képi minőség, meg a beállítások, tehát látványilag jobb, és nincsen alatta ez a nevetés, amit szoktak bejátszani ezekben a sorozatokban. Már ennek ellenére ez a sorozat is nagyon vicces, tehát én nevetek a közönség helyett. A történet röviden 5 jó barátról szól úgymond. Ezek közül a főszereplő Jess, aki összeköltözik 3 férfival, akihez aztán csatlakozik egy negyedik is, úgymond. Ja, és ez 4-5, igen, 6 főszereplő van, igen, mert Jessnek még van egy legjobb barátnője is, Cici, aki szintén eléggé benne van a történetben. Tehát róluk szól tulajdonképpen ez a sorozat, az ő kapcsolatukról, és mindegyikük nagyon érdekes ember, úgy mondanám, nagyon vicces karakter. Szóval ez egy nagyon-nagyon laza sorozat, iszonyú vicces, nagyon jó karakterekkel, tehát én mindenképpen nagyon ajánlanám, hogy kezdjétek el. A második sorozat egy kicsit komolyabb, ezt ilyen horror kategóriába sorolnám, a címe Stranger Things, lehet, hogy már hallottatok róla, magyarul szerintem még nem jött ki és nincs is címe, nem annyira néztem utána őszintén szólva, én angolul kezdtem el ezt is, és igen, tehát ezt azoknak ajánlanám, akik bírják az ijesztő részeket. A történet a 80-as években játszódik, és a főszereplők egy csapat kisgyerek, 11-12 évesek talán, akik közül az első részben az egyikük rejtélyes módon eltűnik. Ezt mi valamennyire látjuk, valamennyire nem, de a lényeg az, hogy senki nem tudja, hogy hova tűnik. Ahol én tartok a sorozatban még viszonylag az elején, ott sem derült ki, hogy mi történt vele. Viszont egy kicsit ilyen UFO-s beütése volt a dolognak, ilyen titkos kísérletezős kormány ügyek vannak a háttérben valószínűleg, valamint felbukkan egy rejtélyes kislány is, aki nem annyira tud beszélni, viszont szuper képességei vannak, és tényleg nagyon-nagyon ijesztő néha, úgyhogy most is éppen azért szüneteltetem, mert nem azt, hogy nem bírtam nézni, hanem egy kicsit könnyedebb dolgokra volt mostanában szükségem, de ajánlanám, hogy kezdjétek el a 80-as évek hangulata miatt is, valamint a zenék is nagyon jók. A harmadik sorozat is valamennyire ijesztő, de én inkább a krimi kategóriába sorolnám, ez pedig a Hogyan úszunk meg egy házasságot? Szóval, ez pedig a Hogyan úszunk meg egy gyilkosságot, vagyis angolul How to get away with murder. Ezt a sorozatot nem is tudom, hogy honnan ismerem, szerintem úgy kezdtem elnézni, hogy lássuk, hogy mit tud, és már az első rész nagyon megfogott, mert annyira maga a történet egy jogi egyetemen játszódik, a főszereplők az egyik. Azt hiszem, hogy büntetőjogot tanító professzor, ő egy nő, aki mellesleg védőügyvéd is, és egy pár diák, akiket ő kiválaszt, hogy úgymond segítsenek, vagy asszisztáljanak az ilyen megoldandó ügyeiben. Az ügyeket egyébként nem ő oldja meg, tehát általában tudni lehet, hogy akit véd, az bűnöse vagy sem. Nem is ezen van a hangsúly, hanem az, hogy hogyan dolgoznak, hogy hogyan védi meg. Még akkor is az ügyfelét, hogyha valójában ő a bűnös. Ez egyébként szerintem erkölcsileg is elég elgondolkodható, de olyan módszerek vannak, amik nagyon összetettek, nagyon kell agyalni rajtuk, de szerintem zseniálisak. Bár olvastam egy helyen, hogy nem is egy helyen, néhány helyen,
hogy ezek a módszerek, meg ezek a az ilyen bírósági jelenetek eléggé messze állnak a valóságtól, tehát ilyet nem lehetne a valóságban csinálni, viszont szerintem még így is eléggé leköti a figyelmet, és eléggé lenyűgöző, hogy hogyan dolgoznak ezek az emberek. Van egyébként egy főbb történetszál is, és ilyen előreutalások a jövőben, tehát a sorozat a részekben is ugrál a jelen és a jövő eseményei között. Van egy esemény a jövőben, amiről nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, mert csak jeleneteket láthatunk, viszont ahogy halad előre a történet, úgy egyre több minden kiderül a jövőbeli eseményből is. Van egy pont a sorozatban, ahol a két történetszál összeér, ami úgymond az ilyen csúcspont. Én igazából itt hagytam abba ezután, talán megnéztem egy-két részt, de most ez a sorozat is szünetel nálam, de mindenképpen fogom folytatni, és nagyon-nagyon ajánlanám nektek. Annyira leköti a figyelmet, hogy szerintem egy húzamban végig lehet nézni akár az első 8-9 részt. Jöjjenek a filmek! Az első film szintén egy retrós, a 90-es években játszódó, vagyis a 90-es években is készítették ezt a filmet. Ez pedig a Spinagerek, vagy angolul Clueless. Arra számítottam, hogy ez is egy ilyen klisés tini film lesz, igazából eléggé hasonlít is például a Bajos Sajokra, de ez nekem annyira nem volt probléma, mert ettől függetlenül eléggé jó történet szerintem. Tényleg kicsit klisés, de azért van benne pár csavar, és mint mondtam, a 80-as évekbeli hangulatnál itt is nagyon jól visszajön ez a 90-es évek, amit én imádok. A történet főszereplője egy lány, akinek az apja eléggé gazdag, és ő is elég népszerű, és róla szól, valamint egy arról, hogy ráébred, hogy ő segíteni akar, vagy tenni akar valami jót a világban, és hogy hogyan próbálkozik, a végére pedig nyilván van egy tanulság is, és igazából nincsen benne semmi komoly történés, de ennek ellenére nekem nagyon tetszett. A második film is elég laza és nagyon-nagyon imádnivaló, a Kezdő, ami tavaly jött ki a mozikban, tehát szerintem mindenki hallott róla, vagy ismeri esetleg. Aki még nem látta, annak ajánlanám, mert nekem is nagyon ajánlotta mindenki, hogy nézzem meg, iszonyú jó film, nagyon aranyos meg minden. Ugye ez az a film, ami egy idős emberről szól, aki nyugdíjas, van elég pénze is, de úgy dönt, hogy ő tevékeny szeretne maradni, és ezért jelentkezik egy cégnek a senior gyakornok programjára, tehát dolgozni kezd újra 70-valahány évesen, és maga a film szerintem nagyon édes, ahogy találkozik az idősebb és a mai generáció, a módszerek, a hozzáállás, nagyon-nagyon jól átjön, és van egy valamennyire főbb történetszál, ami alapján a cég fiatal vezetőjének döntenie kell valamiről, és szerintem valamennyire mindenki ki tudja ezt vetíteni magára, egyszer legalább az életben, hogyha egy ilyen döntéssel áll szemben. Jó a végkifejletés, és ahogy a főnök és a gyakornok nyugdíjas kapcsolata alakul, családi filmnek, vagy akár egyedül is szerintem tökéletes. Az utolsó film, egy kicsit komolyabb, ezt direkt hagytam a végére, kb. 2 hete láttam, és nagyon-nagyon megtetszett. Ez pedig nem más, mint A Szoba, ez is egy viszonylag új film, és szerintem mindenkinek lejön, hogy ez egy elég komoly film, aki esetleg hallott róla, vagy látta az előzetesét, egyébként Lina olvasta könyvben, a könyvajánlóban beszélt erről, én a könyvet nem olvastam, hanem csak a filmet láttam. Azt mondanám, hogy elég nyomasztó nyilván, és egy elég komoly témát dolgoz fel, viszont nekem tetszett benne, hogy nem volt én izgulós, nem kellett izgulni, hogy mi fog történni, mert elég egyértelmű volt, hogy mi fog történni, inkább nagyobb hangsúlyban a lelki folyamatokon, az anya meg a fiú kapcsolatán. Ugye a történet szerint egy nőt fiatalabb korában elrabol egy férfi, és egy pajtában tart, ami maga a szoba. Itt születik a nőnek egy gyereke, aki azt hiszi, mert ezt mondta neki az édesanyja, hogy ez a pajta, ez a szoba, ez az egész világ. És a történet kezdetekor beleshetünk úgy a mindennapjaikba. A kisfiú nagyjából, igen, pont, nem nagyjából, hanem pont 5 éves lesz a történet kezdetekor, és az anya egyszer csak úgy dönt, hogy ő elmondja a valóságot, az igazságot a valóságról a fiának. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy a színészek nagyon-nagyon jól játszanak ebben a filmben, a kisfiú is hihetetlen jó, úgyhogy teljesen jól átjön minden érzelem, amit adnak, és ezen a filmen tényleg azért egy párszor sírtam is. Tehát ezt, aki nem szeret mások előtt sírni, azoknak csak egyedüli megtekintésre ajánlanám, valamint
olyan alkalommal, amikor lelkileg erősnek érzitek magatokat erre, mert elég nehéz belegondolni és feldolgozni. Egyébként inkább idősebbeknek ajánlanám, tehát lehet, hogy fiatalabbaknak nem annyira lenne érdekes mondjuk ez a film, viszont szerintem aki idősebb és elég életnek érzi magát, arra az mindenképpen nézze meg. Szóval ezek lettek volna a sorozatok és filmek, amiket ajánlanék nektek. Belinkelem, amint mondtam, az oldalának a linkjét a leírásba, ahol én szoktam nézni a sorozataimat, és várok tőletek is ajánlásokat még sorozatokra, bár arig is annyi sorozatban vagyok benne, hogy nem hiszem, hogy újat el tudnék kezdeni, de hogyha valami nagyon jó, akkor tényleg írjátok le, hogy kb. Miről szól, meg hogy milyen hangulatú, és lehet, hogy el fogom kezdeni, és egyébként filmek is jöhetnek, teljesen nyugodtan várom őket. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!